Tudod, mi nem jó? Na? Kitörik a nyakam, hogyha a szemedbe akarok nézni. Csúsz szem előrébb. Ez az, amit mondasz, hogy ugye... De szép kutya vagy. Na, de szeretlek. Igen? Hogy ugye... Mondja csak. Hogy nyalja a kezem. Jó van. De annyira alt pacsit már, hogy... Tényleg amúgy az adnám magát, hogy az öletbe ültetnéd, mert akkor ő is a két nap része se lehetne. Na! Szívesen megpróbálnám. De hogyha most leugrana meg ott nyűszíten, akkor nem akarnám. Mondom, nem tudja, hogy olyan van, úgyhogy oda felugrik és úgy. Szóval... Megpróbáltam meg felugrani? Megpróbáltad. Jó, nézzük meg azt, kísérj. Gyere. Csak meg sem próbáltam. Gyere. Add. Lassan. Volt a kezembe pohár? Volt szerintem, olyan nincs, hogy nincs. Ugye itt Magyarországon egy Mikulás december 6. És az is reggelre szokott megjönni, de például nem családilag, ő is este jön. Nem, nálunk is este jön. Tényleg? Mikulás, hát mikor máskor reggel, semmi nem jön Magyarországon reggel, csak a postás. Olyan teljesen. Nem, hallod, a Mikulás reggelre jön. Minden barát, na végre van egy barát. Felkelnek és reggel jön. Igen, és akkor ott van az ablakban, a csizmájuk. Nekünk volt mindig ez, hogy este, és nem tudtam, hogy miért, de én szerettem. És amúgy mindig is egyetett, érted, reggel fölkezd, menik el suliba, és akkor ott vannak a csizmában a csokoládék, de nem, matek dolgozat. Zátonyi, ne majd mondd már az amerikaiakat. A télapó Magyarországon 6-án jön. Ehhez igazodjál, itt élsz. Pont ezért sejtem és tudom, hogy a Jézuskának is ad tippeket arról, hogy ki a jó és ki a rossz. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy... egy pillanatra elképzeled, hogy amúgy rohadtul nem kapcsoltuk be a kamerát, akkor csak egy diorámás két gyökér leszünk, akinek egy tövis korona van, nem tövis, mi ez? Nem akarok hülyeséget mondani nem harmadszorra is. Krisztus. Mondjuk te aznap születtél, de mint a kis dolog. Jézus. Ez tény. Ez december 25-e, öcsém. Köszönöm. Nekem meg az a nézők nem tudják, mikor van karácsony. Karácsony van! Csabi, szia! Szia! Fú, képzeld el, gondolkoztam, és olyan király lesz az idei karácsony. Mindent meg fogunk csinálni, annyi ajándékot fogunk csinálni anyának, a nagymaminak, a szülőknek, barátoknak. Tényleg! Igen, elmegyünk majd játszani mindenhova. És itt a karácsony, te is legyen vidám. Ez külön oda volt, nem azt, hogy írva, de mondva, hogy ez anyu Mikulásától jött, ez pedig apu Mikulásától ergo. Igen. Kiadta föl a Mikulásnak az üzenetet, és mai napig is, 20 éves fejjel is kérdezem, ez hogy kaptam, mit tudom, mondjuk egy ilyen, akármilyen kínai levest, és akkor, hát ez a, mit tudom, az az anyu Mikulás, vagy az apu Mikulása hozta, mert hogy tudta, hogy ő valamilyen kínai levest éppen szeretem, vagy az akármilyen csokoládét, és akkor, ja, hogy az apu megmondta a Mikulásának. Ja, hogy azért, igen, nálunk is így volt, hogy, és ezt tudod, mikor volt a legfurcsább? Amikor igazi kis nyuszit is kaptunk, tehát a, mit tudom én, a, mondjuk a nagymamának a nyuszia hozott egy nyuszit, tehát már nem elég az, hogy a nyuszi, aki valakié, az ő még ő maga hoz egy nyuszit. Ez ilyen, mint a Mikulásnak mondjuk a kis Mikulása, mondjuk a Manók, érted? Kaptál egy Manót. Ja, hogy, ja, tehát tényleg. Ez valami ilyesmi, tehát hogy van a boss nyúl és vannak a kis mini anyulak. Igen, igen, igen. Ez amúgy 24. De most a vegyék. Ahogy veszed, 24 az a szenteste. Csak Magyarországon, mivel akkor érnek meg az ajándékok, és akkor ül össze a család, ezért annak van meg az a iszonyú hangulatos, grandiózus, családias életérzése, de alapvetőleg 25-e a karácsony. Amúgy ez megint egy érdekes dolog, hogy a magyarok valamiért este ünnepelnek, mindig. Na szóval egy közös üzenet, most igen? Kivételesen a kamerának, amiben is... Amiben is nem csókolsz meg. Nem, de viszont ma... Tartsam felétek a fagyöngyöt, Zátonyi, csak a hangulat kedvéért. Fagyöt kővári, majd oda képzeljük. Múgy kóstoltad már a forradból? Már ez az lesz. Ó, szóval igen, kész, várjátok. Fiúsát, ti hogy gondoljátok?
mi a karácsonynak a lényege? Isten igazában. Nézzük csak. Számomra az a legszebb dolog a karácsony, majd végre összegyűlik a család, már akit családnak gondolok, igen? És közel állnak hozzám. Végre együtt töltünk egy egész estét. Nem, nincsen semmilyen gond, amire gondolunk, egyszerűen csak beszélgetünk, a legfinomabb halászlevet esszük, isszuk. Nagyon finom vacsorát eszünk, beszélgetünk, énekelünk. Mindenki valakit valamivel meglep, apró ajándékokkal, de... Olyat akar cserélni, olyat akartam adni, ami tudom, hogy, amivel tudom, hogy tudsz valamit kezdeni. Szóval ez elvileg egy vlog, ha minden igaz. És meg lettem kérve arra, hogy beszéljek itt kicsit az Átonyi és Kőváriról, meg erről az egész Hubelebancról, amit nyilván ismertek, és a karácsonyról természetesen, mivel hogy karácsony van, és mindjárt szarrá vagyok. Ezt majd sipolt ki. Hát igen, és van még egy elengedhetetlen kelléke a karácsonynak, ugye ez nem étel, hanem egy ital, a forralt bor, amit mindenki szeret, és mindenki iszik ilyenkor. Hát, nem rossz megoldás, az sem, ha az ember forralbort, várjatok csak, a forralbort azt a nem a vacsorához iszunk, azt a hűvösséghez, azt úgy esténként lehet iszogatni, ilyen karácsonyi időszak. Na tessék! Na meg aztán egészséges is, mert ugye a forrantbólba kell tenni fahéjat, és a fahéjról egyre jobban elterjed, hogy nagyon gyógyhatású fűszernövény. Minden oldalán bástya, úgyhogy mindent feleforgathatunk. Igen, hát ez sokaknak feltűnhetett, hogy ugye mi ilyen bort fogunk használni a forradba elkészítéséhez. Ugye, mint tudjuk, ezekre a palackozott ilyen borokról, hát így elég sok negatív előítélet van az emberek fejében. Ugye, mint minden jó magyar családnak, nálunk is nagy ünnepi hagyománya van a sütésnek. Ugye, mézes kalács, hókifli, vagy dióskifli, ki hogy hívja, beigli. Nagymama beiglije, a legjobb dolog vagy a házi forradból. Igen, a neve az, hogy bástya. Ugye ez is elég ilyen tipikus, ugye ebből is arra következett az ember, hogy hát igen, ez azért nem egy olyan minőségi darab, de tényleg finom, tehát hogy a forradból az nagyon-nagyon jó lesz, még a bástyával elkészítve is. Mik is a jellegzetes fűszerek? Hol van? Nem, tudom csak. Hol van? Fahéj. Szegfűszeg, igen. Szegfűszeg, szegfűbor. Ami számomra még érdekes a karácsonyban, ez a vásárlási láz. Gondolom, mindannyian jártatok már a West Endben ilyenkor, ilyen egy héttel karácsony előtt, vagy a karácsony hónapjában, de decemberben is. Mindenhol emberek, mindenhol tömeg, minden kurva drága. Nincs pénzed, megoldjuk! Menj el a bankba, kapsz karácsonyi hitelt kedvező THM-mel. És majd jövőre persze, ugyanaz a helyzet, majd felveszel hitelt akkor is. No de van egy probléma, évközben azt törleszteni kell, de hát amilyen a mai gazdaság nem fogod tudni. Karácsony nem erről szól, tehát hogy akkor így csináljon az ember valamit. Ja, de arra nincs ideje, mert dolgozik. Meg aztán meg tudjon belőle venni karácsonyi ajándékokat, ami érdekes. Ja, de a legjobb számomra a személyi kölcsön. Minek vesznek fel az emberek személyi kölcsönt karácsonyi ajándékra? Nem tudom érteni. De talán ti megértitek, úgyhogy kommenteljétek meg! Kész van már a forrad bor. Borszaga van-e? Ó, igen, igen. Te is szagold meg, borszagod vagy. Na? Igen, abszolút hiteles. Már 20 éves vagyok, de még mindig nem szabad bemennem a szobába a nagybátyáméknál, amíg nincsen feldíszítve a fa. Mert, ó, ez nagyon aranyos. Mert hogy hát a mindig anyummal együtt megyünk át, mai napig is este, és összeülünk unokatestvéreimmel, nagybátyámmal, és énekelünk, finom vacsorát eszünk, és... Ez nagyon aranyos, apró ez a nem lehet bemenni a gyerekeknek. Ez nagyon édes dolog benne. De a karácsonynak van még egy másik nagy-nagy jó része, hogy már előtte az emberek azon gondolkodnak, hogy mivel tudnának a másiknak örömet szerezni.
Úgyhogy, hogy az előtte való készülődés, az már mind olyan hangolású, hogy szeretetet, örömet akarnak szerezni az emberek egymásnak. Kellemes ünnepeket! És a nyári Mikulás! Szia, papa! Köszönjük egyet! Szereted megszegni a szabályokat, nem hiába kedveled ezt a népet. Úgyhogy, és nem hiába szeretjük a formális ikonikus megnyilvánulásokat, főleg ha azok forthatóak. Úgyhogy egy számodra szerethető, ikonikus, szimbolikus, odaadja most. Kérem. Ó, beszarok. Hát, öcsém. Sikerült egy ilyet találnod? Jaj, hát ez rohadt jó. Mondom, ja, hogy köszönöm szépen, ez tényleg személyes. Na, hát most ezzel megfejelni valakit nagyon karácsonyi, köszönöm. Jó, akkor kapsz egy egyest. Ó, hát, nos. Nem mondtad, akkor jön a kettes hozzá. Csak hogy ne maradjon egyedül. Pedig én itt láttam a tatyódba, és akkor most már tudom, legalább megvan, teszem, hogy ja, bezzeg a Jóda milyen nagy. Az, hogy jaj, de jó, a Toma hozott karácsonyi ajándékokat a videóhoz. Hát a videóhoz, amit hoztam volna az... És közben ez a videóhoz van, de az enyém, úgyhogy... Az itt lenne a videóhoz a háttérnek az eleme. Ó, akik láttak az első filmet, azok... Ó, ott nem látszik szegény Gergel. Úgyhogy... Isten áldja mindenkit ezúton is, és... Boldog karácsonyt! Igen, igen.